Sziasztok! Azt tapasztaltam, hogy a 3D nyomtatókkal kapcsolatos videóknál nem nagyon foglalkoznak az alapfeladatokkal. Egy pár részből álló videóban bemutatom, én miként szoktam elvégezni a kalibrációs lépéseket a 3D nyomtatónál. Tehát ez a videó nem azoknak szól, akik ezt már rutinszerű feladatként végzik, és már ránézésre megmondják, hogy milyen beállítási értékeket kell egy filamentnél használni. A tapasztalat azt mutatja, hogy minden egyes filamentnél érdemes elvégezni az alapkalibrációs lépéseket, majd a tekercsre rá kell írni, hogy később is tudjuk, milyen eredményre jutottunk. Ezeket a lépéseket még akkor is érdemes elvégezni, ha azonos gyártó, azonos fajtájú filamentjéről van szó, mert nincs két egyforma filament. Ebben a videóban megmutatom, hogy egy filamentnél miként lehet a megfelelő nyomtatási hőmérsékletet megkeresni. Ehhez az Ultimeter Cura 4.13.0-as verzióját és ennek egyes kiegészítőjét fogom használni. Igyekeztem a gyári alapbeállításokat visszaállítani, hogy ez is megkönnyítsem a megértést. Első lépésként a Marketplace-en kiválasztom a Calibration Shapes plugint és telepítem. A telepítés végeztével be kell zárni a Cura-t, majd újra kell indítani. A gyártók általában megadják a filament nyomtatási hőmérsékletét 30-40 fokos intervallumban. Emellett még meg szokták adni a tárgyasztal hőmérsékletét is kb. 20 fokos intervallumban. Ha ez nem ismert, akkor a Heat Deflection Temperature hőelhajlási hőmérséklet, vagy pedig a Glass Transition Temperature üvegesedési átmeneti hőmérséklet az irányadó. ABS PLA PETG esetén a hőelhajlási hőmérséklettől 10-20 fokkal, az üvegesedési átmeneti hőmérséklettől 5-10 fokkal magasabb kell legyen a tárgyasztal hőmérséklete. Nem minden anyagtípusnál igaz ez, ugyanis nylonnál az üvegesedési átmeneti hőmérséklet alacsonyabb, mint a hőelhajlási hőmérséklet. Itt csak az üvegesedési átmeneti hőmérsékletre lehet hagyatkozni. Na, renézzük a kalibrálás menetét. Az Extensions Part of Calibration listából kiválasztjuk az egyik temptowert. Én a PLA temptowert választom, mert ez 9 emeletből áll, ellentétben a többitől, ami 7 emeletes. Alapvetően majdnem mindegy, melyiket választjuk, ugyanis később módosítva lesznek a paraméterek, és hasonlóan kell eljárni. Először is Standard Quality beállítással felszeletelem a tárgyat. Ez 378 rétegből áll, a talapzattal együtt, vagyis ha ezt elosztjuk 9-szer, akkor elvileg 42 réteg egy szint. Ezt ellenőrizni is tudjuk. Ja, 39, 41, 42, vagy egy szint, első szint az 41 rétegből áll, a második szint az 42 rétegből áll, a harmadik szint pedig 41 rétegből áll. Szóval a 42 megfelelő lesz egy szintnek, ugyanis a nyomtatásnál ez test során a híd alsó részre lesz, ami számunkra érdekes, nem pedig a pillére, de erről majd lehet látni mindjárt részleteket, hogy ez miért is pontos. Most még szükség van arra, hogy módosítva legyen a G-kód, hogy egyes szinteknél különböző hőmérséklet legyen. Ez a Extension Post Processing Modify G-kód. Ezt választjuk, az AdScript-on megnyomásával pedig kiválasztjuk a TemFan Tower-t. Most egy PLA plusz anyag kalibrálása következik, aminél a gyártó 190-220 Celsius fokos olvadási és 55 Celsius fok hőelhajlási hőmérsékletet adott meg, vagyis a tárgyasztalat a későbbiekben én 65 fokra fogom állítani. Az olvadási hőmérsékletet 9 részre vontom, 185 és 225 fok között 5 Celsius fokos lépésekkel. Ezeket kell beállítani, és így a kezdő hőmérséklet az 225 fok lesz. Ugye mínusz 5 fokonként lesz a lépések beállítva, tehát 5 fokonként fog visszafelé számolni. A réteg vastagságokat pedig a korábban kiszámolt 42 rétegre állítom. Így az új szint elején a pillérnél bőven lesz ideje visszahűlni a nyomtatófejnek, így mire a hídrészhez ér, akkor már az adott szint hőmérsékletével nyomtat. A Change Layer Offset, mivel a talapzat beszámít az első szintre, az nullára lesz állítva. Ezt így bezárom. És fontos, hogy ezek a beállítások akkor is megmaradnak, ha bezárjuk a programot, ezt itt alul lehet is látni. Tehát ne felejtsük el, hogy ezt majd a későbbiekben meg kell szüntetni. Ezt ugye úgy lehet megszüntetni, hogyha megnyitjuk ezt a részt, és a X-el töröljük a post-processing beállításokat. Még be kell állítani pár értéket, illetve én módosítani szoktam a sebességet is. Fontos, hogy a support ne legyen bekapcsolva. A tárgyasztal hőmérsékletét beállítom a korábban megadott 65 fokra,
A nyomtatási hőmérsékletet viszont nem kell módosítani, hiszen ez a nyomtatás során változni fog. A visszahúzási értéket én 1,5 mm-re állítom, mert direkt extruder van nálam, Bowdenes nyomtatóknál ezt 5-7 mm értékre kell állítani, de ezt majd később fogjuk kalibrálni. Ha ezeknek az értékeknek a beállítása nem látható, akkor erre az ikonra kattintva ki lehet választani, hogy megjelenjenek a paraméterek között. A visszahúzási és nyomtatási sebességet szintén módosítom, mind a kettőt 35 mm per szekundumra. Nekem nem fontos a gyorsaság, inkább a jó minőséget szeretném látni. A gyorsabb nyomtatást én csak tesztnyomtatásoknál szoktam használni, és akkor a rétegvastagság is nagyobb. A 3D nyomtatás az én szemszögemből a türelemről szól, nem szoktam sietni. Ezek után újra fel kell szeretelni a tárgyat, és utána ez megtörtént, le kell menteni a merevlemezre. Belenézünk a G-kultba, de csak egy kis érdekesség, nem kell megtenni. A layer 0 az első réteg. Az M104 S225 mutatja, hogy 225 foknál kezdődik a nyomtatás. 42 rétegenként változik a hőmérséklet, tehát hogyha elmegyünk a layer 41-re, még nincs utalás lentebb a hőmérsékletre. Ezt csak a layer 42 esetén fogjuk megtalálni, itt van az M104-220, vagyis 5 fokkal visszalép a hőmérséklet, és így folytatódik a nyomtatás. Ez így nekünk megfelelő lesz, elkezdhetjük nyomtatni a tárgyat. Elkészült a nyomtatás, most meg kell nézni, hogy melyik szint sikerült a legszebben. Minél közelebb áll a végeredmény az elméleti kinézethez, annál jobb. Most alulról a harmadik szint, vagyis a 215 Celsius fok sikerült a legjobban. De szép a 205 és a 200 Celsius fokos szint is. Érdemes a magasabb hőmérsékletet választani, még akkor is egy kis hiba van a híd alsó részében, amit most nem áll fent. Ugyanis egy ekkora áthidalást normál esetben nem fogunk alátámasztás nélkül nyomtatni, szóval nem gond, ha egy kicsit belóg, vagyis kisebb hibák vannak a híd alsó részén. De a pilléreknél már nem szabad, hogy hibás legyen. A magasabb hőmérséklet a rétegek között nagyobb tapadást fog biztosítani, erősebb tartást ad. Itt már azt szoktam nézni, hogy a pillére között milyen mértékű szálasodás van. Itt gyakorlatilag nincsen. Kisebb mértékűt még elfogadhatónak tartok, de ha túl durva, akkor gyanakodni kell, hogy a filament az nem elég száraz. Erre itt látható egy példa. Kismértékű szálasodást a Detection Tower kalibrációnál lehet eltüntetni. Ez egy későbbi videóban lesz bemutatva. Ha megvan a kiválasztott hőmérséklet, akkor érdemes egyedi értékkel felvenni. Ehhez az Ultimaker Cura, Preferences, Configure Cura, Materials részen felvehetünk egy saját anyagot, és beállíthatjuk az értékeket. Ezeket az információkat érdemes a tekercsre is felírni. Ha esetleg nem ennyire egyértelmű a választás, akkor lehet egy újabb nyomtatási tesztet készíteni, aminél plusz-minusz 4 fokos tartományban, 1 fokos lépésekkel meg lehet nézni, hogy ott melyik érték lehetne jó. Csak a példa kedvéért, ha a 215 Celsius fokot választjuk, akkor a G-kód módosításánál 219 Celsius foktól indulva, mínusz 1 Celsius fokos lépésekkel lehet egy új 9 szintes tornyot nyomtatni. Ennek a középső szintje lesz a 215 Celsius fok, itt ismét a magasabb hőmérsékletű, jó minőségű szintet kell majd választani. Ez a videó itt most véget ér. Hamarosan jön a következő kalibrációs videó. Addig is, ha ez a videó tetszett, és ajánlanátok másoknak is, akkor ezt egy like bejelölésével meg tudjátok tenni. Nekem a feliratkozásra jelzitek, hogy tetszenek az általam készített videók. Köszönöm, sziasztok!